Az egyes belügyi tárgyú törvények módosítása címe az azt akarja, hogy néhány nagyon fontos változás következett be a schengeni határellenőrzési kódexnek a kezelésében és betartásában. Ma már mindenki találkozott vele, ezt előre jeleztük egyébként, hogy az úgynevezett szisztematikus határellenőrzés, ami azt jelenti, hogy a Schengeni övezet külső határain, tehát ez nem az Európai Unió határa, hanem a Schengeni övezet külső határain minden be- és kilépő szemét ellenőrizni kell, az adatai alapján pedig vissza kell keresni az európai nyilvántartási rendszerben, hogy az illetőnek van-e joga a Schengeni övezet határának az átlépésére. Ami azt jelenti, hogy Magyarország rendelkezik az Európai Unióban a leghosszabb schengeni külső határról, vagy az egyik leghosszabb schengeni külső határról, mert Ukrajna, Románia, Szerbia és Horvátország schengeni külső ország, bár tudjuk, hogy Horvátország az az Európai Unió tagja, de a Schengen övezetnek nem tagja, tehát ezeken a határokon mindenkit, aki közlekedik, meg kell állítani, el kell kérni az úti okmányait, akár schengeni állampolgár, akár nem, be kell vinni az európai nyilvántartási rendszerbe, meg kell várni, míg a rendszer ad rá egy jelzést, hogy van találat, nincs találat. Ha van találat rá, tehát valamilyen ok miatt problémás az ő közlekedése, akkor félre kell vonni és az eljárást le kell folytatni. Ha nincs találat, akkor csak regisztrálják, hogy átlépte a schengeni határt, és egyébként természetesen mehet folytatva az útját. Ha megszámolják, akkor napnál világosabb, hogy most, amikor nincs lényegében zsúfoltság, vagy egyes periódusoktól eltekintve nem nagy a forgalom a külső schengeni határokon, akkor is nem ritka a 3-4 órás autósor és várakozás. Ez a nyári időszakban, amikor főleg Horvátország, Románia, Szerbia irányából jelentős a tranzitforgalmunk is, és schengeni külső határ, tehát akár német, akár bárki megy schengeni állampolgár Görögország felé, vagy az Adria partjára, az azt jelenti, hogy mindennaposak lesznek a torlódások. Ezért bár a belügyi tárgyú törvények módosításánál mi elfogadtuk azt a módosítást, amit az Európai Parlamenti és Tanácsi Rendelet megkövetelt, és természetesen hajlandóak vagyunk végrehajtani ezt, de bizonyos periódusokban egyszer nem tudjuk ezt kivitelezni, mert olyan fennakadást okoznánk, ezért támogatja a Fidesz frakció azt, a törvényt is támogatta, de azt az elképzelést is, hogy bizonyos periódusokra, amikor kezelhetetlenné válik a forgalom, mentesítést kérjünk ennek a betartása alól. Mindenre egyébként a migrációs válság és a terrorizmus fenyegetésének a növekedése okán van szükség, hogyha mindenki úgy járt volna el, ahogy Magyarország járt el a schengeni egyezmények betartása esetén, akkor erre nem lenne szükség. Sajnos az a probléma, hogy rajtunk kívül a schengeni egyezményből fakadó kötelezettségeket nem teljesítik az országok, akik külső határon vannak, sem Görögország, nem teljesíti sem más országok, például Olaszország, ezért hiába van a mi részünkről egy nagyon erős határellenőrzés, és azt mondjuk, hogy a schengeni egyezmények szerint csak az jöhet be, akinek erre engedélye van, a többiek jogsértő magatartása okán sajnos olyan intézkedésre kényszerül az Európai Unió, ami mindenkinek hátrányos. Innen látszik, hogy a migráció helytelen kezelése egyébként óhatatlanul azzal jár, hogy mindenkinek kellemetlenséget, meg nehézséget okozunk, és egyébként ez természetesen az áruforgalomban, meg a gazdasági kapcsolatokban is érezteti hatását. Gondoljanak arra, hogy Magyarországról 110 000 ember ingázik naponta valamilyen európai országba, akik egyébként közben schengeni külső határon mennek át, azoknak ez kifejezetten hátrányos. Van más csomag is, ami szintén az európai tanácsi rendelettel összefüggő jogharmonizáció. Én még néhány dologra hívnám fel a figyelmet, ami nagyon lényeges az, hogy azoknál az eseteknél, ahol az egyes országok egyszerűen képtelenek betartani a rendeletet, vagy nem akarják betartani, ott most jog és lehetőség nyílik arra, hogy az Európai Határ és Partvédelmi Ügynökség beavatkozhasson a határvédelemben. Ez egyelőre csak a jogot teremti meg az európai
határ- és partvédelmi ügynökség számára, mert az állománya semmi módon nem alkalmas arra, hogy akár csak egy kisebb szakaszon is beavatkozzanak, de a jogi lehetőség ebben kinyílt. Ebben az értelemben az Európai Tanács elfogadta a magyar kormány korábbi álláspontját, hogy a jogi felhatalmazást adjuk meg a Frontexnek arra, hogyha egy tagállam nem hajlandó elvégezni a törvényi feladatait, vagy nem teszi ezt meg, és nem zárjuk ki a Schengen övezetből, akkor a Frontex hadd avatkozom be a határvédelemben. Ugyanígy lehetővé tesszük azt, hogy azoknál a helyeknél, ahol a migrációs nyomás a magyar hivatalokon rendkívül erős, és tudjuk, hogy adott esetben az embercsempész bandák benyomulása az veszélyezteti a magyar szervezetek működését, ott a szisztematikus ellenőrzést és az előzetes személyellenőrzést a munkatársaknál lehetővé tesszük. Tehát ez azt jelenti, hogy nem csak a rendőrök esetében tud az Nemzetvédelmi Szolgálat előzetes vizsgálatot folytatni, hanem adott esetben olyan személyeknél, akik engedélyeket adnak ki a beutazásra, vagy útleveleket adnak ki, vagy olyan eljárásokban vesznek részt, amelynek az alanyai döntő többségében migránsok. Ez szintén a védekezés és a megelőzés érdekeit szolgálja. A parlament ezt egyébként elfogadta, hozzáteszem, hogy vannak benne kétharmados szabályok is, és a kétharmados szabályokat is támogatta a parlament, tehát itt a Jobbik támogatta, a szocialisták és a kisbaloldali pártok ezt elutasították.